Na szavaztok srácok, én kis és még egy újabb videóban, és ebben a mai videóban most elhoztam nektek e, újra ezt az ilyen pályát készítettek nekem, illetve én kiviszem ezt az, az igazából, tikültétek küldtétek, e, én kijátszom, vagy nem tudom, kipróbálom pályás sorozatot. Szóval, ja, már régen volt ebből rész, és a mai nap iskolákat fogok megnézni. Igazából ez azért is aktuális, mert lehet, hogy sokatoknak még nem, mert még mindig téli szünet van, de nekem már elindult az iskola, ezért is vagyok egy kicsit fáradtam, mint általában szoktam, meg is botlik, ugye egy kicsit többször a nyelvem. Szóval, bocsis srácok, de. Tényleg megpróbálok igazából minél jobban összeszedni magamat. Na de igazából nézzük is meg, aztán hát ha lesz egy-két rohadt jó pálya. Na de vágjunk is bele. Itt is van az első pálya, ezt Rolico614-től kaptam, iskola a kisnek. Igazából nem tudom lényegre törő, törő név, illetve leírás. 754785641257 a kód. Ja igazából ennyi, és ja, kíváncsi leszek. És itt le is veszem, szerintem hogy egyedül fogok játszani. Tudom srácok, hogy rövid volt az idő, hogy uh, ezt igazából megcsináljam, mert ezt még pont maraktam ki, hogy uh, nem tudom igazából ezt meg kéne építeni, de hát sorry srácok, de hát majd jutott eszem, hogy ilyen videó kéne. Itt is vagyunk és uh, na, már itt, itt, is van ugye az ajtómechanika, amit még uh, pont én mutattam ugyebár. Hoppá, azt alatt. Na jó, ez egy jó ajtó, mert ezen, ezt legalább így lehet, nem tudom, mozgatni normálisan. Nézzük meg itt belül milyen. Na, itt egy nagy tábla, itt egy tanári asztal. Ez ami rohadt jól néz ki, hagyjál már, várjátok, csak hogy mutassam. Itt vannak ugye az ilyen tanulói padok, meg mindenféle. Itt meg ugye, ez most ugye nem monitor, az ott a felette az mi az, hogy ilyen lámpa akar lenni? Az mondjuk elég kreatív, ott ugye az a sárga, ha látjátok, hogy miről van szó. Szerintem ez, hagyjál már, ez rohadt menő néz ki. Ez, fú, várják ki valami, mi, volt Rolika, vagy nem is tudom, hogy kinek volt ez a pálya, ez tényleg rohadt menő néz ki. Mert amúgy nem lehet itt feljebb ugrani, nem tudom, felül lássam, várját, megpróbálok kívülről, hogy van-e valamilyen, nem tudom, gyenge pontja az egésznek, várjátok, figyeljétek, odaugrok. Ha-ha! Hát oda nem lehet ugrani. De ez, ez tényleg rohadt menő lett ez a pálya. Ez, ez tényleg így nem tudom, gratulálok a készítőnek. Erre én adok mindenképpen egy 10 per 9 és felett. Nekem ez nagyon tetszett. Kíváncsi vagyok, hogy ezt valaki tudja überelni. Szerintem ez, ez tényleg, ez makulátlan ez a pálya. Ez GG, főleg amilyen kicsi idő volt ha, ugye az egészre. Hát ja, következő pályára menjünk akkor gyorsan, akkor keresjük meg. Ott ja, van ugye a start mögött, ugye jó kis finish. És se azt, ez, ez telegrohat menő lett. GG. Itt is van a következő pályánk HTG. NGT Zalntól, Vagyis hát gondolom Zalántól, kisnek, iskola kisnek, pont kis, egyelő, pro, bara, egyelő, noob. Na, ezt kéne barának látni, és sajnos ő most nincs itt, ugyanis ő megint valamivel játszik, de most nem akartam zavarni. Gondoltam ezt a videót úgy is fel egyedül is, szóval teljesen tök mindegy. Amúgy annyit el szeretnék mondani, is hogy a következő ö, videóban, igazából, Vagyis hát nem a következőben, de lesz majd egy videó, amiben ugyanígy ilyen pályákat fogok megnézni, és már beküldhetik a kódokat ide le a kommentekbe. Mégpedig egy sokkal nyíltabb témájából lesz igazából az egész. Annyi, hogy az összes dolog, vagy hát igazából mondhatnám, olyan dolgok, amik rólam eszetekbe jutnak nektek. Tehát ez tényleg lehet igazából bármi YouTube díj, zöldte, a mit én, kereszt, amit csak tényleg szeretnétek. Bármi, ami eszetekbe, eszetekbe jut rólam, mint kis, illetve barát is ugye bevettek ebbe az egészbe. Szóval ja, tényleg szabad kezet kaptok körülbelül, csak legyen valami köze hozzám kíváncsi leszek. Na de ezt nézzük meg most már. Amúgy itt a kód 4101 1691 Na nézzük. Erk. Ó, ide oh, már ki is ír, van írva, hogy iskola, és milyen jól van megoldva ott az az óbetű. Na várjatok. Ezt megnézem így innen. fel lehet ugrágatni? Hát szépen lassan így fel lehet uh, Aha, várjatok. Er ne! Úristen, de hülye vagyok, srácok. Jó, sorry. Megyek vissza, várjatok, megpróbálok akkor labdával. Hát ha... Na, nem, 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 Ezt nem hiszem el. Várjál, ja, így is fel lehetem menni, csak egy kicsit nehezebb. Így, így ide ki is van írva, iskola. Ez, ez tetszik, meg kreatív mondom az az óbetű. Na jó van, ugorjunk vissza, és akkor ő is ugye ezt az ajtót használta, csak ő ugye meg is hosszabbította. Itt nehezebb az ajtó, de csukjuk be. Mondom, csukjuk be. Aha. Srácok, hogy csináltatok ilyen jó? Hogyjál már! Hagyjál már! Micsoda! Na jó srácok, szerintem elérkeztünk, nem tudom, hogy adtam-e ebbe a sorozatba valaha 10 per 10-es pontszámot. Az a helyzet, hogy erre, erre nekem muszáj adnom 10 per 10 Most előre szólok. Ez nem is tudom, főleg, hogy ilyen kevés idő volt rá, nem is az, hogy ilyen napok. Ez nagyon-nagyon menő lett. Ott a tábla ki van írva rá, hogy ki is, ott azok kréták akarnak lenni, gondolom. Itt van ugye rendes szék, lábakkal, meg tanári asztal. Itt ezek, gondolom, ilyen könyvek, vagy egy toltartó, de szerintem inkább könyv akar lenni. Hagyja, ez nagyon komoly. És ott van még egy ilyen kis szekrény is, meg ott van még ugye, ugye ez az ilyen kréta tartott a tábla alatt. Na ez, ez tényleg, ez le a kalappal, srácok. Nagyon le vagyok nyűgözve. Tényleg nagyon profik lehetetek a pályakészítésbe. Ez mindenképpen GG. Ez talán az eddig ilyen sorozatban a legjobb pályának mondanám, hogy mondjam, legrészletesebbnek. Ezt tényleg le vagyok nyugodva, srácok, tényleg nagyon ügyesek vagytok, ide ír vagy, vagy kis. Ezeket mindenképpen az index képre is ugye rá fogom rakni, mert nem tudom, biztos láttátok, hogy el, vagy észrevettétek, hogy én így a, nem tudom, amik a legjobbak, azokat általában az index képre rárakom. Hát ezeket nem tudom, ezt... Ezt legszívesebben beállítom már csatorna profilképnek. Ez nagyon-nagyon menő lett. Ezt tényleg köszönöm szépen. Szerintem, hogy kell oda átjutni. Várjatok, Hoppa, aha, valahogy így. Ez tényleg, nem tudom, hogy mi lett veletek, srácok, de ez GG. Itt van a következő map, minek nagyon-nagyon kreatív a neve. Pokol iskola. Egyet valahol érteni ezzel. Készítette HMG Milán. Köszönöm szépen. A kód pedig 9924 4500 2441 4500-at nem is tudtam, hogy hogyan mondjam másképpen. Kíváncsi leszek, hogy mi az a pokol. Na, ajaj, azt aratna. Ez egy teljes ilyen izéje is van. Nem tudom, teteje. Na, wow, ez miért ekkora ez az egész? hogy nem baj. Érdekes, vártok. Ott van egy ilyen kis trambulin, az ma kiszúrja a szememet, arra rá kell ugranom, még mielőtt itt bemennék. Na, ne idegesítse, hogy te nem csak, hogy egy tantermet csináltál meg, hanem egy teljes iskola is. Menjetek már, srácok! Honnan tudtok ilyen jó pályákat csinálni? Én le vagyok nyűgözve, ember! Mekkora királyság már ez az egész. Még óra van érted? Na jó, menjetek már. Nagyon ügyesek vagytok, srácok. Mi van veletek? Na jó, menjünk be ide. Nézzünk be ide. Itt egy tanterem. E, igazából, ja, itt van. Nem tudom, ez nem, nem olyan nagyon durva, de ez is így igazából, hát itt van a tanterem. E, ja, na várjatok, nézzünk át a többibe. Uh, itt is igazából uh, hasonló uh, ilyen kialakítású székek meg padok. De itt még uh, van ilyen izé is, uh, mi az, tábla is. Hagyjál már srácok, én És tél... nem azért, én nem akartalak titeket lebecsülni, de hát eddig nem csináltatok ilyen jó pályákat. És még az ajtó is, hogy ilyen dupla, hogy ugye mind a kettő irányba nyílik. Itt is itt van, ott van egy óra így a terennek a hátuljában. Menjetek már! Srácok, ez tényleg egy hatalmas nagy W-spam a kommentekben mehet. Vagyis hát inkább annyira nem, mert hogy lássam majd a kódokat, akik küldenek. Tényleg, srácok, most már nem is tudom, hogy akkor mit mondjak ott, hogy uh, ugye az a feladat, hogy csináljatok valami olyat, ami hozzám kapcsolódik, ami róla be, jut, ez tényleg lehet akár a macskám, lehet uh, ugye bara, lehet csak tényleg bármiféle stumble guys, uh, lehet hús, lehet zöldtea, lehet kereszt, nem tudom, tényleg, amit csak így igazából úgy érzitek, hogy nem tudom, hozzám kapcsolódik, lehet olyan is, amit mondjuk most nem soroltam fel, tényleg, amit csak szeretnétek, hogy valami Minecraftos dolog, mert azért mégis a Minecraft is egy életem nagy része, de ez, ez, ez zseniális, ez a pályás rácok, ez... Erre is adnom kell egy 10 per tizet. Ez... Én, én nem, 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 nem jutok szóhoz. Na no, várjatok itt hát, amíg van itt kívül valami, amit esetleg mondjuk még nem láttam, még ezt körbenézek. Én, le vagyok nyűgözve, srácok, de komolyan mondom. ez patika. Teljes mértékben. Nagyon jó, várjátok, hol van a finish? Ja, lehet azért lehet ott felmenni, mert ott van valahol a finish. Nézzük csak meg. Hoppa. Igen, jövök itt fel, még óra van az elején, hát és még óra mutatók is vannak. Beszarok. Zseniális. Srácok, tényleg nagyon komolyak vagytok. Gyorsi, tugorjunk is be a finishbe. Ez GG. Itt van a következő pálya, Benet 680-tól. Iskola a kisnek és barának remélem bekerül a vidibe. Bekerül, most bara ugye nincsen itt, mert játszik, de attól függetlenül itt vagyok, remélem én is elég vagyok. 24, 61, 74, 97. Na, kíváncsi leszek. Azt na várjátok, mi ez? Mi ez a pája? Itt egy iskola, ez is milyen menő, hogy ilyen, nem tudom, kisebb van kiírva. Oda ki van írva, hogy bara, itt egy kocsi. Mi van? Tesó, Miket építettél te még ide? Ez egy full ilyen kavalkád. Van itt egy ilyen izé, csomagtartó rész, meg ugye flipcube-okkal megy itt, nem tudom, a hátsó lámpa. Na várjatok, ott én megpróbálok beugrani. Itt van ez az izé, oda be lehet valahogy gyűrődni. Várjatok, ott alatta nem férek be ott már nem innen, mondjuk van bármi, persze még motor csinál a kocsinak, nem? Bármilyen, kinézem belőletek, amilyen profik lettetek érte, ez a kocsi is rohadt jól néz ki, mi van még ott? Na jó, várjátok, én ezt nem bírom. Először kívülről akarom megnézni, és majd aztán belülről, mert... most már felkeltette az érdeklődésemet, ez a pálya! Csak én ez még nub vagyok. Jó, tudjátok, mit inkább megyek befele, mert el fogok késni az óráról. Nyílnak is ki az ajtók, így, nem tudom, dupla irányba. Itt egy nagyobb terem van, ahogy ez ugye Látszik. Itt van egy uh, nagy ilyen uh, tábla. Itt meg ugye, nem tudom, a székek, meg mindenféle. Ja, itt a, ugye a tanári, asztal, meg minden. Ez ilyen nem tudom, önnyitó ajtó. Érdekes, de jó megoldás. És még van udvar! Hát beszalok, meg focilabd! Menj már! Srácok mi van veletek? Ez nagyon profi! Tényleg le a kalappal, srácok! Ez megint csak 10 per 10, nem tudok erre mit mondani, mi van még itt hátul, nem tudom, hinta, vagy ez nem is tudom, hogy ez minek mondjam, libikóka, vagy ez is nem tudom, hogy pontosan ez, ez, ez minek akar szolgálni, van egy trambulin, és a suli mi van? Na várjatok oda, akkor dobjon már fel, hát a feldobol a launcher magasra. Na, gyerünk, így. Nem, odáig, én nem fogok így innen eljutni, talán labdával, hopp, nem, oda sajnos nem fogok feljutni, de ez tényleg, ez is le ez is 10 per 10, hát jó, engem nem érekel, tehát, és hát nem az, hogy nem érek el, engem nem zavar, hogyha sok 10 per 10 van, tényleg lenyűgöztek srácok, rohadtul le vagyok nyűgözve. Itt is vagyok, srácok, a következő mappal, amit HTG Dani 44 csinál tekem, iskola kisnek. 1872 a kód, hogyha esetleg valaki ki szeretné próbálni és nem tudom, én már nem is tudom, hogy mire számít csak ilyen pályák után. Jobbnál jobbak vannak. Na, nézzük így az előnézetet. Hát ez se pici. Ez se pici. Az igen, ott milyen nézé van már finish line. Na jó, ez egy rohadt nagy ajtó. De egyszerűen kinyitható. Gyorsan zárjuk is be. Nem vagyunk tahók. Nehogy aztán itt nem tudom, kimenjen a jó kis meleg levegő a suliból. Itt vannak jó kis padok, egy nagy uh, tábla, csúszik a padló, az mondjuk nem tudom hogy miért, lehet, hogy náluk nem tudom, nem takarítanak, aztán csúszik a padló. Uh, ez is amúgy rohadt jó, tehát uh, úgy, nyilvánvalóan nem tudom, uh, kicsit ugye kevesebb uh, ilyen részlet van benne, de amúgy így nem tudom, én azt hittem, hogy ilyenek lesznek kb. a legjobb pályák, mint például ez. Tehát én nem tudom, én erre is simán adok egy ilyen, hát nem is tudom, mennyit adjak egy ilyenre, egy 10 per 8-at. Tegyük fel, én erre simán annyit adni. mi Ez a platforma na le, és ide hogy kell bemenni, hogy jó legyen. Egy ilyenkor ez hogy van? Ja, így, oké, és királyság. Itt is van a következő pályánk, HTG Bali készítette, iskola. Állatoknak tilos a belépés, kisnek szabadnak, akkor bara be se jöhetne, szerencsére. 00 Nézzük meg ezt a pályát is. Na, tekintsük is meg azt a de ma hogy, hogy, hogy ekkora pályák vannak, mindegy. Engem nem zavar, kíváncsi vagyok, milyen lesz. Itt így nem tudom, át kell ugrálni kávé. Aha, ez egy ilyen jó nagy területű dolog. Na jó, nézzünk itt szét, ott nagyon gyönyörűen le lehet esni, nem tudom annak mi a, mi a létjogosultsága. Lehet, hogy az csak egy, tényleg egy ilyen hiba. Itt van egy tesi ugyanúgy egy jó kis labdával, bár ez, ez nem tudom, ez már inkább valami bowlingo jó, vagy nem is tudom, medicin labda, ez már tényleg ez inkább, mint ez egy foci labda, de attól függetlenül amúgy ez is a tötletes, hogy külön tesi uh, csináltál. Még ez másnak nem is tudott ugye eszébe, ahogy láttátok. Na, jó van már labda, hagyd menjek ki innen. Nézzük tovább, hogy mik vannak még itt. Ez amúgy lehet, hogy valami pincének indul, csak végül nem fejezte be az alkotó. Itt erre van, kettő darab terem, menjünk először idebe. Nézzük. Itt, uh, aha, ő a háttámlát is mással csinálta meg, bár lehet náluk ilyen a suliba, tehát hogy sose lehet tudni. Itt van egy jó nagy uh, tábla, illetve hát ilyen uh, magas székek, bár ide én felülni nem tudok, én ez pici vagyok, de hogy nem, oda is megoldom. Menő, menő, menő mindenképpen. Nézzük meg még a másikat. Vagyis hát másik uh, termet. Uh, itt ez ilyen, nem is tudom, ez ilyen fotel. Lehet, hogy náluk tényleg van ilyen terem. Komoly lehet, hogy ilyen foteles terem. Mindenképpen jobb lenne, mint azok a jók is ilyen, nem is tudom, obszidiámból készült székek, amik így, nem tudom, tényleg maximum arra jók, hogy így. Nem tudom, a tartásodat megtartsa, de hogy mondjuk attól függetlenül széttöri a hátadat. Ez is rohadt menőlet. Én, én erre egy 10 per 9 és felett mindenképpen adok. 10 per 9-et adnék, de a tesiterem miatt 10 per 9 és fél. Következő pálya, Aaron is pro iskola. TikTok, a... A alul van on.755. Tessék, itt a promo, 3958-7932-0983. Nézzük meg a te iskoládat. Itt már megy is, de zöld a kötelező. Mm. Mm. Már is jobb. Na nézzük, na ez egy ilyen viszonylag ilyen picikének tűnik. Aztán ki tudja. Ezt az ajtót, ezt nagyon eltanultátok tőlem, imádlak benneteket vagy lehet, most nem feltétlenül, hogy tőlem vettétek, mert biztos másnak is eszébe jutott. Ez egy ilyen kicsit ilyen low budget, de amúgy ö, teljesen működik képes, és amúgy tök jó kis tanterem. Erre is szerintem adok egy ilyen 10 per 7 és fél, vagy 10 per 8-at, ezt igazából rátok bízom, hogy ki mennyire értékeli. Én inkább a nyolc felé hajlok, mert szerintem így is, úgy jó, tehát hogy nem kell mindig ilyen rohadt nagyot építeni. Nyilván valami értékelem, mert nagyon látványos, és rohadt sok munkát raktatok bele, és nagyon-nagyon kreatív dolgokat csináltak, és tényleg ezt gratulálok is, srácok. Ez nem csak most nyilván ez egy Stumble Guys építőverseny, ebben most nem sok tétje van, viszont a kreativitás, és tényleg ezek az ilyen előre megtervezések, a kis részletek megvalósítása, ezek az élet más területein is nektek nagyon-nagyon fontosak lehetnek majd később. Itt is van a következő HTG SSK, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kéne mondom. Iskola kisnek ne felejtsd el a napi áldást. Nem fogom testvérem, de még nem tartunk ott. 23, 27, 69, 66, 08, 40. Na, nézzük meg a pályát. Na nézzük azt alatt Ide is ki van írva, hogy iskola. És van jó kis teteje és a Ez mekkora ez a izé. Trambulin. Jó, na nézzünk be ebbe a alatt Várjátok, nem látom magamat. Jó, mindegy, maradjunk akkor itt. A itt vannak ilyen suli szekrények, ezt se láttam még sehol eddig. Ez is egy tök jó ilyen uh, uh, kreatív uh, részletecske. Jöjjünk be ide a terembe. Asztal alatt mi van itt? Az igen. Mi ez itt hátul? Na várjátok, lehet le csak nálunk nincsenek ilyenek, ezért mondom most, én nem tudom, hogy ti, ti mit valósítotok meg ilyenkor, mert uh, mindenkinek ugye nem tudom azért minden suliba van, mindig van, ami különlegesség, tehát nekem is most így középsulihoz képest általános suli, vagy érted, ilyesmi, ott is nagy különbségek voltak. Uh, itt a terem, ez meg ugye asztal, tehát itt nem a szék, mert akkor lefele nézne. Ez, ez, is szerintem amúgy rohadt kreatív lett, jó a kiírás is, erre egy 10 per 8 és felett szerintem mindenképp lehet adni, de akár szerintem a 9-et is megérdemli bőven. Köszönöm szépen! Következő pályát kis PGT igen nevezetű felhasználó készítette, az igen, az már jó név. Iskola kis PGT, please ragd bele a videóba, csak észrevétel, a ragd az k betűvel kell írni, r a k d, de mindegy. E Önök köszönöm szépen, 580754781579! Ja! Na nézzük csak, mi történik itten. Wow, na, gyorsan menjünk oda. Race to finish Itt van ez a jó kis ö, ajtó Megint csak ugye Micsoda! Mik ezek az asztalok? Futóasztalok? Vagy ez micsoda? Nálatok ilyen van? Nálatok ilyen muszáj ebbe tanulni? <laughs> ilyen izé kötelező? Nem tudom ilyen ö, Hogy menjem Ilyen elektromos asztal? Komoly Itt van a tábla is Hát kicsit azért minimalista, tehát azért szerintem ebbe is több részlet belefért volna mindenképpen, főleg, hogy neked is azért egyedi megoldásaid vannak, hogy látom, ugye itt a buszpedekkel például. De ez, ez a suli is szerintem. Ez egy ö, ilyen 10 per 7-es szerintem azért komoly. Ja, hogyha az előző 10 per 7 és fél, a, ennél annál mondjuk egy fél a kisebb, nem tudom, hogy igazából végül mibe egyeztünk ki, mert egy kicsit azért több részlet azért szerintem belefért volna, főleg, hogy így most, és már ugye nem tudom, így nagyon felraktam az elvárásaimat, ugye a nem tudom, ilyen brutál után, szóval sorry guys, de ettől függetlenül nagyon szépen köszönöm a pályát és a melót. Nézzük meg a következőt, speciál eh, lamp. Vagy, vagy Jump, nem tudom, hogy az konkrétan hogy mit akar kibetűzni ez a név, de komoly. Ki, ki iskola, na már kreatív a név is, kérlek tedd, bele, eh, tedd be a videódba, hús, ez így van, hús, felkéltő jel. 0795 5421 10. nézzük meg ezt a csodálatos pályát, osztorolt, hát ez se pici. Ahogy látom, azok ott ablakok! Na, erre se gondolt még senki, hogy ablakokat csináljanak Sulira. Érdekes mindenképpen, és ez egy nagy terem vagy több terem lesz valószínűleg. Nézzünk be, szerintem egy nagy terem lesz. Oda ki van írva, Ö, hogy ki is, már a táblára az már nem rossz. Mik ezek a kis kockák, ezek a kis izé székek? Bár amúgy így jól néz ki, hogy így ráállok, akkor amúgy valahogy így kéne kinézni hát a tanári székmeket. Nyilvánvalóan az ilyen, ó, háromszor akkor, meg mit tudom én, mint az nem tudom, hogy általában hogy a sulikban vannak. De ez, ez is rahat menni néz ki. Itt, itt, konkrétan lehetne egy ilyen Stumble Guys tanítós videót csinálni, szerintem mindenképpen vicces lenne. Na jó, van várt a kis, ez tényleg patika. Ez, ez, ez is rohadt jó pálya lett, erre adok mondjuk egy 10 per 8 vagy 8 és felett, nem tudom, hogy konkrétan mennyit kéne, felmegyek erre a launcherre, nem tudom, hogy merre van a finish, na, fel fog dobni, na, osztorolt, miért ilyen magasra, és ha csak beugrok a közepére, akkor is megadja a vint vagy akkor körbe kell sétálnom, nem, megadta, qualified. És, srácok, elérkeztünk az utolsó pályához, iskola kisnek, sok sikert, kis! Köszönöm szépen, Red Ever- csinálta nekem ezt a pályát, 1201-0096-0014. Let's see! Aszteról, tehát ez se kicsi ez az iskola, ahogy látom, ez se lesz nagyon picurka. Érdekes, trombulinokból áll a külső fala az egésznek, E, e, ilyet se látom. opa, hogy valaki a falakat trambulinból használja meg, na hát az ez aztán jó izé lesz. E, dús. Itt e, nem tudom, ezek itt e, micsodák, ezek itt székek, vagy hogy itt pontosan ez itt e, mit akar jelképezni ez a rész. Aztán itt van még egy ajtó, aztán inkább most átugrom. És itt e, van egy. E, nem tudom, micsoda ez. Vártok azt ki, kilövelem magamat. Aha. Nem tudom, érdekes. Bár én ebben nem nagyon látom azt, hogy, hogy az, gondolom valamelyik az asztal akar lenni, csak hogy ott például az miért ugrálós az asztal, vagy hogy az igazából ezt egy figyelmen kívül kéne hagynom. De részletesnek részletes, így a falba is itt, nem tudom, hogy ezek ugye ablakok akarnak lenni, feltételezem, mert azért sulikban amúgy általában azért sok ablak van. Kreatív mindenképpen erre is, itt szerintem egy 10 per 8-at azért kell adnom, mert tényleg rohadt részletes lett ez az egész. És srácok, én ezzel, hogy be is értem, megköszönöm szépen a figyelmet, de még mielőtt befejeznénk a videót, a napi áldás nem marad el. Az Atya a Fiú Szentlélek nevébe kívánom minden egyes nézőmnek, nem nézőmnek, neki, akaromnak, rossz akaromnak, szeretőmnek, utálomnak, és tényleg minden egyes embernek a Földön, hogy legyen csodálatos élete és csodálatos egészsége, bőségben, boldogságban és békében éljen mindenki és tényleg minden egyes akadályt és ellenséget kérlek, hogy törölj az útjukból, és mindenkit ez a támokat és céljuk, céljukat érjék el ezek az értékes emberek. Nagyon-nagyon kreatívak vagytok, srácok. És tényleg köszönöm szépen a témunkátokat és a ti támogatásatokat a videózásban. Rengeteget segítek, akár magánéletügyileg, akár igazából nem tudom, e, mint egy induló vállalkozó. Tényleg köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Nagyon jó arcok vagytok, és nagyon bélak titeket. Az Atya a Fő nevében Ámen, Innomine Patriszet, Filiet Spiritus Santi, a Texanomi Amen. Amen. Szevasztok, srácok! Jézus Krisztus a legjobb, soha ne felejtsétek el, kérlek szépen. Mindig helyezzétek az első prioritásnak, Jézust.